A város önkéntes tűzoltói érkeztek elsőként a helyszínre. Egy vízsugárral oltották el a lángokat, amelyek nem terjedtek tovább. A beavatkozás idejére 14 lakó hagyta el az épületet. Az esethez a mezőtúri hivatásos tűzoltók is kiérkeztek. A Jászhegyszolnok vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság tájékoztatása szerint az eset idején egy felnőtt és egy gyermek volt a lakásban. Ők időben ki tudtak menekülni. A tűzzel érintett lakás három lakója rokonokhoz költözött.